Na no, hát, sziasztok! Hello Sydney, hello Udine, hello Fleckefjörd, hello Szlovénia, hello Görögország, Zila, Sokron, Moldova, Helyő keresztül, hello San Francisco, Bécs, <coughs> hello New York, hello Mannheim, hello mindenki, és persze hello Pestiek, Budaiak, Zuglóiak és Angyalföldiek. Mindenkit szeretettel Látok itt, ma délben. Szia, hajnal évi! <laughs> Pécsről. <kül> Most gondoltam, hogy játszunk ilyen jó kis szópimpongot pingpongot. Szia, Kata. Jó kis szópimpongot Hello, Gábor Diós, dról, helyes! <laughs> játszunk ilyen szó kis, jó, szó kis jó pingpongot, vagy jó kis szó amit... Már emlegettem nektek, és amikor elmondom szépen a szabályt, belefogok az olvasásba, és közben ti küldözgessetek szavakat, hogyha fűlik hozzá a fogatok. Nyilván nem fogom tudni szinkronban csekkolni a szavakat, mert ugye pár perc, amíg átüt hozzátok az adás, és nyilván mindenhol más az átvitele egyfelől, Másrészt pedig, hát ugye miközben olvasok, <coughs> akkor közben nem tudom annyira csekkolni, úgyhogy majd egy kicsit esetleges lesz a történet. A, általában, ezt már meséltem nektek, úgy szokott zajlani ez a történet, hogy, hogyha ketten voltunk rendhagyó irodalom órán valahol iskolában, Tóth Krisztával, Tóth Kriszta találta ki az emlékezetem szerint ezt a történetet. Szia, Grillusz Dani! <coughs> Akkor, Hello Salzburg, nagyon jó, Mozart városa is megjelent. Ö, akkor az egyik költő elolvasott valami tetszőleges verset, és a másik költő meg addig várt, amíg talált magának egy olyan szót, abban a versben, Szia Noémi, amely, amely szóval ő neki is van egy verse. Akkor azért még, tudom én, volt hát két-három-négy kötetünk, tehát jobban ismertük is a saját, termésünket. Most kicsit azért meg fogom segíteni magamat keresővel. Tehát a lényeg az, hogy vagy egy olyan szót írjatok be, amit hallotok a, a szövegben, és szeretnétek egy másik szöveget hallani, ami azt a szót tartalmazza, vagy olyan szót, ami, amit ö, csak úgy eszetekbe jut, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy olyan versem, amiben benne van az a szó. Nem tudom garantálni persze, hogy, hogy lesz, de egy elég szép köpcsös kis gyűjteményt, a 2011-es élőhal című kötetemet, amit most nem lehet éppen kapni, de ami egy 10 évnek a 6-8 évnek inkább, igen, bocsánat, 2004-től 2011-ig, igen, tartalmazza a verseit, és akkor elindítom a pingpongot, az első szövegnek az, az a címe, hogy kultúra, és az a Vörös Sándor idézet jut eszembe róla, hogy itt minden örömbe bogárka vész. Vagyis, hogy nem tudunk másként élni ebben a világban, csak egymás rovására. Bizonyos értelmen így is van berendezve, mondjuk így ez a hogy mondjam, tehát, hogy ez az eredendő bűnnel adódó, paradicsomi kiüzetésünkkel adódó történet, hogy ugye az első állat, állatáldozat, ezt mostában hallottam, és nagyon uh, izgalmasnak tűnik, az első állatáldozat az volt, amikor beöltöztek, uh, ugye, szégyenükben Ádám és Éva állatbőrökbe, és azok az állatok, akik a bőrüket adták értük, az ő bűnükért, mondjuk így, azok az állatok voltak az első állatáldozat. Tehát onnantól kellett arra játszani, hogy kiegyenlítjük azt, amit fuseráltunk, valamiféle áldozattal. Ez nekem így nem volt eddig világos. És hát azóta is állat áldozat által, vagy, vagy növény áldozat által, vagy nem tudom, még olyanról nem tudok, aki ásványokkal táplálkozik, csak csupán, valamilyen módon próbáljuk kiegyenlíteni a, 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 történetet, hogy egyáltalán életben maradjunk. Valaki beírta a macska gyökeret, hát abban nem vagyok biztos, biztos vagyok benne, hogy használtam valahol a macska gyökeret, már nem egy jó büdös egy növény, nem a nőgyógyászati problémáim, hanem, hanem hogy költőként. De hogy ebben a kötetben lesz macska gyökere, azt nem tudom, de majd rákeresünk. Először akkor elkezdem ezzel a szöveggel, ami picit arról beszél, hogy, hát, hogy, 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 mi, mi, mi kultúráltak, kultúrált emberek, hogyan élünk. Vackor, nagyon jó, gyűjtögetünk. Kultúra. Nem indulhat lendülettel a napom, amíg el nem fogyasztom egy vagy több másik létező testét, mondjuk pár bádok szervírozott szardíniát, vagy egy nagyobb állat valamely csonkolt részét, esetleg egy-két embrió alakban megrekedt csirkét tükörtojásnak. Milyen szerencse, hogy mindezeket a lényeket gondos embertársaim nagy előzékenységgel ártalmatlanná tették már vérben és mocsokban, hozzám csak a kultúrát végtermék kivérzett porhüvely jut el. Mindig fogyasztok mellé, tövéről nyersen vágott, esetleg durva kőközt megőrölt, így már életképtelen növényi származékot, melyből többé nem serken csíra. Csírájában folytom el. Tudósoktól tudjuk, a növények is sikítanak, amikor kiírtják őket, ám a zöld vér freccsenése sohasem indítja tiltakozásra a vegetáriánusok növényírtásban megkérgesedett szívét. Nem telhet hatékonyan a napom, ha fel nem öltözöm tajvani és indiai rabszolga munkával gyártott ruháimba, melyre ugyan címké, melyekre ugyan címkét vartak Made in European Union Feliratta, de azért én sem most jöttem le a falvédőről, nem beszélve a diktatúrában élő kínaiak által uh, marékrizért valószínűleg gyalázatos munkavédelmi körülmények között előállított mikrocsipekről, melyek fényes európai gondolataim villámgyors továbbítását szolgálják, hiszen én megérdemlem, ők pedig nem. Nem rájuk bökött, ugyanis lakkozott műkörmű ujjaival a kacér szerencse. Lám-lám, még okos részvétemmel is több vagyok e szerencsétlen páriáknál, mert tudok róluk, sejtem létezésüket, megrendülök rajta a civilizáció szent nevében. Az őszemük elől viszont átláthatatlan ködbe tűnik el minden, ami a futószallagról lepottyan, hiszen legvadabb álmukban sem merészelnének olyan lényt kieszelni, akinek számos pár cipője van a szekrényben. Minden nap húst tehet, és addig tusszol meleg vízzel, amíg csak úri kedve tartja. Nem telhet termékenyen a napom. Ha munka közben <coughs> nem habzsolom fülemmel mások vérverejtékkel szoros határidőre lóhalálában elkészített zeneműveit. Minden pendülő húr egy ránduló idegszál, többnyire halott emberek kínjain élvezkedem így, minden egyes hang közelebb visz Csajkowski öngyilkosságához, Mozart lázas fetrengéséhez, Bach minden fájdalmasan precíz futamában, ott vonaglik tíz haldokló kisgyereke vagy csecsemője valamelyike, riadtan állnak körben az élők, kész áldás, hogy frakba csokor öltözött precíz zenészek tálalják, kifinomultan ezt a rettentő mennyiségű őrületet, önkívületet, szenvedést, az opera meg legnagyobb gyönyörűségünkre szépen sminkelve, kosztümbe öltözöttem, hosszan, dallamosan énekel, aki épp agonizál. <tökség> hát egy ilyen magyarosan szólva happy kis ö, költeménykével kezdtem be, mert tényleg hát nagyon sokféle élősködésnek vagyunk a, hogy is mondjam, a, a haszonélvezői. Vagy celló. Celló. Na jó, legyen egy celló. Buborék is volt közben már, úgyhogy ugye, azt mondja, cellót nem találja, pedig eb ebben nincsen cellós versem, de akkor megpróbálkozunk a buborékkal. Tehát mely amíg volt a macska. Aha. Pillanat. Jó. Tárlat, látogatás egy macska agyában a buborék szóval, amit valaki közületek beírt. Rémi Kordonyénak ajánlottam egy művészettörténész srácnak, akivel Víjonban ismerkedtem meg. Vion ugye ez egy kicsi falucska Franciaországban, Burgony és Champagne határán, és egy ott élő értelmiségi úri ember, egyetemi oktató, Felajánlotta, vagy, vagy, vagy ki, hogy is mondjam, kipattant a fejéből a szikra, hogy legyen nemzetközi költő találkozó ott, és, és lőn, mert megszervezte. Úgyhogy most jöjjön egy tárlatlátogatás egy macska agyában. Rémivel beszélgettük, hogy igazából mi lehet benne a. a egy egy macskának a fejében, az, azt nem tudom, hogy ki tudja. Én nem vagyok, megvaló őszintén, nem vagyok akkora macska barát, <kül> főleg aztán ezek a különböző kóborlások és egyéb, egyéb, egyéb sunyi dolgaik nagyon furcsák, de, de, az, de, de tényleg egy rejtelmes lény a macska. Tehát megértem Bodlert, aki hosszú, Uh, szimbolikus költeményt írt hozzájuk, és megpróbáltam elképzelni, mi lehet egy macska agyában, hát nem mm, gondolom, hogy eltaláltam, csak próbálkoztam vele. <coughs> Tárlat látogatás egy macska agyában. Szembogár küllős sárgáján vitt az út, mintha egy narancs húsának dzsungelében tapadós rostok embermagas levelek közt törnénk magunkat előre. Aztán akár szénporkupac, elnyelt a szemközép sötétje. Haladtunk tapogatva puha falu rekeszről rekeszre. Szorosan redőzött függönyű alvás mélytengeri tengeri kristálymetszetei, fogjulejtett szikrák, buborékok, <coughs> porcicák összeszövődött szörgubancok, arra rohanó testnyomán fellibegő, átrendeződő ábrái, Pillanat felvételeken eltorzult kutya arcok, villanó fogsor, fröccsenő nyál, a sarokban magnó, ha bekapcsolod, hörgőugatás hallatszik. Tappancs formájú gyereknyomda, nyomtathatsz vele észveszejtő magas párkányokon, recsegő ágakon, lélek nem járt a padlásokon, sárba hóba, vékony porrétekbe. Ábrán a test fokozatos lendülése, ahogy a mozdulat átterjed egyik csontról, inról, izomról a másikra, dominók adják így tovább a lendületet. Modell, cérnán rángatott, kiszámíthatatlan mozgású, villám gyorsan irányt változtató áldozata, pofozzuk puhán, cincáljuk szikével. Sistergő, suhanás, bokrok, dohos ízű alján, köszörű nyűszítés közepette, kimeresztett karommal odacsapva, Vérrel teli zsebecskék nyílnak, hasad a szőr, a bőr, alatta a hús, alattomosan genjed az ilyen seb, hetek múltán váratlan fakad, váratlan fakad ki. Visszaúton tapogatózva úszol végig a korom fekete kürtőn, végül a törhetetlen üvegnek ütközöl, a ha közel hajolsz a macska szeméhez, látod magad tükrébe börtönözve. Na hát ilyen volt belülről egy macska macskahagy, mint egy ilyen tárlatvezetés. Sokan megörültek annak, hogy kórus muzsika. Hát, hogy a kórus muzsika szó, szóval azt szerintem életemben nem használtam. A kórust azt bizont, viszont használtam többször is. Elemen énekeltem rengeteget kórusban. Bocsánat, nem korona, nem korona, reméljük. Rengeteget énekeltem kórusban, minden suli kórusban benne voltam, nagyon meg voltam sértve, amikor mutálás címén kiraktak a kórusból, mert hát fejhangon tudtam utánozni az összes, összes kis libuskát, és hiába mondják, hogy ez az én érdekemben van ugyan már. Uh, és aztán akkor gimnáziumban is volt kórus éneklés, igaz, hogy mi gyógyénekesek voltunk, és, uh, és, és úgy, úgy szükség esetén nagyobb produkciókhoz, hogyha kellettünk, akkor be ütemeztek minket, mert hát ott volt a <coughs> Gráv Zsuzsának, onnan került ki a vérprofi Angelika kórusa, amely aztán nagy-nagy versenyeket nyert, és így tovább, ez a Táncsis Mihály gimnázium volt, a Gézával és Gráf Zsuzsannával, nagyon-nagyon szerettük, és egy nagyon furcsa iskola volt, mert ugye a fele az ilyen ének, zene tagozatos, a másik fele meg csak úgy ilyen. <coughs> Bocsánat. 11. 12. kerületi úri gyerekekből át, és, és a ott volt, 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 volt mindenféle érdekes állatfaj. Szóval Esztergom két tételben, és ebben a kórus megtalálható. Nem kórus éneklés lesz, ha jól emlékszem. Egy közös, tehát egy ilyen esztergomi kirándulásunk emléke, ahová egy kedves barátunkkal mentünk el. És akkor még csak egyetlen gyermekünkkel Simonnal. Esztergom két tételben. Időben nem is kell visszamennem, hisz üledékként, telérként él ma bennem, amint hármasban ott állunk, éppen a Ferences templomnál egy fényképen, fejjel magasabb János barátom, Nálam s feleségemnél ő még, látom, a vízszint fölé kiért volna, mi meg lebegünk vízbe folytva. A falon látható nyíl jelzi az egykori vízállást, mely kész elnyelni, és azóta, ha nem is a régi árvíz, de el-el sodor egymástól a time is, és bár besincs a kép keretezve, a nyíl a múlthoz így szegez le. Pár másik kép is készült akkor. Egyiken sapkában, pulóverben dekkol akkori énem, egy góré előtt feszítek, függőlegesek a háttérben a lécek, bár lendületük hulláma egyenetlen, és én nem állok előttük árvízbe vezettem, hisz megtartanak vízszintes csíkjai pulóveremnek. Mely amúgy elveszett, és azóta se lett meg. Hideg voltám akkor Esztergomban, és lett hideg azóta mind gyakrabban, de azt a pulóvert, azt a csíkost Esztergom tartja meg nekem így most. Mert hogyha fáznék, Hát felosonnék a Bazilika dombjárás onnét. Most nem nézném meg, milyen leleményes, szélese világon a természet és az ember mire képes a sturovói oldalon, hogy lottószelvényekkel, miket házaknak álcáz, elrondítsa a reggel megszülető és estébe vesző kanyarnak csillámlását, mely nem fecseg, nem is hallgat, hanem a kettő közti regiszterbe szövögeti be írott sejme szalagjait, mintha kínai módra krónikát ő is szövetre róna. Nem mint mondottam, nem engedek a Dunának, s nem hallgatom a gerlék kórusának durumbúzára éhes burukkolását, ahogy magukat a levegőbe beássák, s benépesítik a bazilika kívülről holt dekornak tűnő legyező ablakát, ott dekornak. Most én felőlem tehetik, mint hiába, hisz beülök a bakóc kápolnába, mely forró hideg, vörös márványhús belülről, szédülünk, eldőlünk, s az erezet velünk dől, barlangja mélyén ülünk, akár magunkban, s jöttünk ide, bár kiégett életuntan, vért ömleszt át belénke, míves csigákkal és pártákkal díszes test. Tényleg, <tört> <tört> hogyha szeretitek a bakóc kápolnát, meg ha esetleg nem szeretitek, akkor is, bár nem tudom, hogy milyen okunk lenne, de nem szereti, de hát van, aki nyilván nem ezt tetszik. Szóval nagyon-nagyon izgalmas a kontraszt, és mindig, engem mindig nagyon lenyűgözött, hogy ott van a hatalmas bazilika, ami ugye utóbb lett, és ahol, hát volt, hogy, ott, akkor még vírus intézkedéseknek se híre, se hanva nem volt, de hát vagy 200 méterre volt az ember, a, tehát ott volt a misi, és kb. 200 méterre, vagy 100 méterre, na, 50 méterre legyen, az is sok, nem tudom, nem mértem le, ált az ember a pabbácsitól, tehát, hogy ilyen ilyen icipici volt, tehát nagyon jó kis misa volt, nagyon szép beszéd, és akkor ott van az oldalához tapadva ennek a hatalmas, irgalmatlan testnek, amelyik Hát nagyon monumentális tud lenni, meg, meg, meg látszik, hogy mire lett tervezve, amikor ott ünnepi se van, és tényleg ö, lehet vonulni, lehet zsúfolódni. Hát most nem, legfeljebb két, két méterenként, vagy azt se. És ott van a Bakóc kápolna, ez a hihetetlenül intim tér, ahol, tehát ugye a testet templomnak mondja, mondja a Szentírás, de, 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 hogy a templom is lehet egy test, az ott válik nyilvánvalóvá. Tehát, hogy annyira, tényleg nekem annyira hússzerű, annyira tényleg, mint hogyha az ember belépne Krisztus sebébe. Elképesztő intenzív. No, itt közben csekolgattam, és a vírus szó az azért lesz érdekes, mert hogy 2011-ben, ha én írtam vírusról, akkor nem erre gondoltam, de nem. Képzeljétek el, hogy ebben a nem tudom én hány ezer karakterben használtam én már a vírus szót, Sőt, hát ugye emlékeztek, hogy meg is jósoltam. Tigris, Tigris, Csóva. Fé, nézzük meg a Tigrist. Oké. Okay. Ugye Bléket idézte. Aha, nagyon jó. Oké. Okay. Megvan. Újjászülés. Ez egy ö, olyan szöveg, amelyet az Örömóda dallamára írtam. <coughs> Tehát így Lehetne úgy is olvasni, hogy Szüld meg újra a világot, érez bőrét bőrödöm felrobbantja a pillantásod, nem marad itt kőkövön. De ne olvassuk így. <laughs> billentyű, ó, ó, Éva, valamit sejt. De szerintem az a vers, amire gondolsz, ha arra gondolsz, az nem ebbe a könyve van, de kíváncsi vagyok én is, hogy van-e billentyű szó ebben a kötetben. Minden esetre az újjászülést most felolvasom nektek. Mert hogy ebben volt a tigris szó. Újjászülés. Ez egyfajta, hogy is mondjam? Hát akkoriban ilyen arzpoétikaként írtam, hogy <coughs> tulajdonképpen én mit szeretnék, vagy hogyan, vagy mi, minek írok, és, és mi, mi, ennek, mi a krédom, mi a, mi a célom velem, mi a, mi a pék. Újjászülés. Szüld meg újra a világot, érezd bőrét bőrödön, felrobbantja pillantásod, nem marad itt kőkövön. Építsd újra törmelékből, van kagyló, üvegszilánk, bárha földünk száz felédől, éned mindent összeránt. Tűz levedli száz ruháját, libben lobban mesztelen, szírma kéket, cifra sárgát villant áll szemérámesen. Csebbi bét, hogyha néznéd, lángja szírmát megleled, pernyék sejmes libbenését, gyöngyport, bársony, üszköket, két kavicsközt éjszakában apró szikrát perceges, csípi nyelvet fűszeres barlang villany ősi áram. Szalonnának zsírja cseppen ízét érzed ínyeden, gyémánt könnyén gömbölyűen csüng a tágas végtelen. Kenyeredre csillagábrát rajzol forrón, sistereg, füstös, húsos aromáját mindöröktől ismered, hagyma hersen, nedve csorran, száz pendeit levetkezik, pézsma kristály mindegyik, zendülést szít szájban orban, vízcsepp gyűlik, szerte perdül kocsonyásan újbegyen, örvényekben zúgva kergül bugyborékos rejtelem, Híd felgyűrődik, mint ágyon az ágynemű, úgy látszik ki rajta alszik, álma nincsen egyszerű. Télen, mint száz kéz jégpengéje megsebez, gőze forrón permetez, ablakunkon téli hímzés. Röghöz bújva számolatlan gyűlnek órák és napok, fül a nyár goromba katlan, hűs esőver bádogott, gyúl a bőlevű bogyóban tigris izmú vad cukor, hordó mélyén lángjalobban ekrazit sűrű a bor, szájpadláson szétszaladva labirintus rajzolat, borzol bőgő húrokat, feldob messzi hegytarajra. Ablak mélyén felle járunk, akváriumban halak, szánka semmiségbe tátog, ringat vágy és gondolat. Mindig többre újra vágyunk, ám az egy jelen marad, sokszorozva egy magányunk nagy világnyit is kiad. Láthatatlan damélszálak kötnek minket együvé, szállunk majd az ég felé, hogyha fentről kipecáznak. Szüld meg újra a világot, érezd bőrét bőrödön, Ferrobbantja pillantásod, nem marad itt kőkövön. Építsd újra törmelékből, van kagyló üvegszilánk, bárha földünk száz felédől, éned mindent összeránt. És ugye ez az öröm a dallama, hogy építsd újra törmelékből, van kagyló bár bárha földünk száz felédől, éned mindent összeránt. Van. Na szóval, mondjuk így van a vége, de nyilván nem ilyen katonás. Viszont nagyon megörültem annak, hogy látjátok, hogy hogyan szövődnek így az asszociációknak a véletlenszerű szálain a motívumok. Egyik az, hogy van itt egy ilyen kis rájátszás, ugye szánka semmiségbe tátong, ugye ez egy Pilinski idézet, akváriumban halak, szánka semmiségbe tátong, és így tovább, és azt mondja, hogy itt van, mondja, hogy sokszorozva egy magányunk nagy világot nyit is kiad, most val valószínűleg ezzel, a pilingéz az a pilingkéz, ugye, ahogy, ahogy így szemerkél a hó, csak elrontottam közben, és hát ha közben rontok, akkor nem fordulok vissza, mert a, az ilyen kásás lesz az egész. Tehát ez a sokszorozva egymagányunk nagy világnyit is kiad, most szerintem ezt éljük nagyjából. Láthatatlan damil szálak kötnek minket együvé, szállunk majd az ég felé, hogyha fentről kipecáznak, ez megint a Pilinszki motivumnak a visszaöltése. Közben volt, volt billentyűk, meg nem is tudom, ja a hersen azt én nagyon szeretem. Gyakrabban kéne elütött kutyákat néznem. Ezt most nem egészen értem, de egyébként szoktam, már olyan értelme szoktam, hogy, még írtam is róla szöveget. Várja Péter, na most ezt akkor most lehet, hogy ez a... gyakrabban kéne elütött kutyákat nézni. Ak én most akkor ezen megyek mégis tovább, mert ez nem tudom, egy poén vagy valamire vonatkozó dolog. <coughs> szocsoló lány, az nagyon jó. Valaki elment esküvőre szocsoló lánynak, <coughs> a kicsi lány. Akkor most ez a gyakrabban kéne döglött kutyákat nézni, Ezt nem tudom miért írtad, de ezen megyek tovább, mert van egy ilyen szöveg, ami nagyon kis játékos. És hát közben egy elég horrorisztikus jelenségről próbáltam ilyen, ilyen könnyedén szólni. Tavaszi körhinta. Lelkit a macska az útra kilakta, kirakta, álmot aludni a földre hevert, karma az aszfaltot kikaparta, rég fűbe harapna, ha lenne, ehelyt. Két szeme kancsal, négy suta mancsal, fára kepeszteni úgy se lehet, loncsos a farka, szél noszogatja, mint cicus egy eleven egeret. Macska beleszte, száz verebecske árnya betölti a torsz koponyát, szöknek a résen, a kis repedésen, játszik a röptük a lombokon át. Sárveri, szürke, léte leszűrve, foszlad a test, mint a föld ma lenyel, foszlik anyaggá, mag potyog rá, nő a kalász, a verébe ledel. Na hát ez egy nem... Tehát hogyha Bódler gondoltam, hogyha Bódler megírja az elütött nem elütött, hanem ki. Benne volt a hersen? Ó, köszönöm szépen, örülök neki. <laughs> Szia Zsolt, nagyszerű keverű mesterünk, hangmérnökünk kapolcsról és egyebünnen. <laughs> szóval sikerül, tehát látjátok a motivumok, hogy szövődnek a spontaneitás szálain együvé, és akkor legyen billentjük. Tehát, hogy az, az volt az, ami amit fontosnak éreztem ebben a történetben, ebben a macskásban. Egyrészt volt egy fotós, aki az elütött állatokat fotózgatta. Ami perverziónak is tűnhet, de egészen döbbenetesen művésziek és hátborzongatóak és szépek voltak ezek a képek. Tehát nem a horror meg a bleed ment rá, mert az ember látné, ha tényleg olyan brutálisan kivasalt állatokat. Meg egyáltalán hát persze az egész jelenség brutális, de ugye a Bodler dögétől fogva azért egy dög az nem csak meg, hát béken is gondoljunk a föstőre. Egy dög az nem csak egy dög, hanem a működésünknek a szerkezete, meg a, meg az egész izgalma, meg az egész borzalma. Tehát, hogy a, a, azért egy, ahogy egy karambolozott autóban is, amitől iszonyodunk, vagy egy feltáruló emberállat belső rész, uh, ugye vadiz uh, kiállításnak a borzongása, az persze egyfelől tudományos izgalom, de másfelől ott van a, a tehát feltárul az, ami rejtve van, ami rejtve tud működni, és ami rejtve jelenti az életet, és, és, hogyha kitárul, akkor már valami, már inkább, sokkal inkább a halált jelenti, ahogy a csontfázis ugye a halállal azonosítódik. Viszont a billentyű téma kapcsán továbbmentem. mentem. Egy másik kötetben van a billentyű című versem, amit hát énekelt róla Lovasi András is megénekelte Heidl Györgynek a megzenésítésében, de ez nem az a szöveg lesz, az a címe, hogy Isteni dilemma. Éjszaka a WC-ben egy bogár szaladgál fel alá a fal mentén, a csempe és a fal közötti résbe igyekszik befurakodni, látszik már majd megőrül, mert a rés szinte akkora, hogy beleférjen, de csak szinte. <tosz> fél lábbal, pontosabban háromszor fél pár lábbal a fal túloldalán érzi már magát, mégse jut beljebb be, néhány milliméternyinél, és én tudom, hogy vállalkozása teljesen reménytelen, innen csak az ajtó nyújthatnak ki, de az ajtó ritkán nyílik. Akkor például, ha én kinyitom. Most én vagyok az egyetlen éber lény a házban, már rajta és egyéb általam nyilván nem tartott lényeken, legyeken, pókokon és szunyogokon kívül, de hát ezek ajtót úgysem nyitogatnak, aztán ott a küszöb. Nem biztos, hogy tud ez a bogár küszöböt mászni. Egyáltalán tudja-e, én tudom, hogy a küszöb túloldalán sokkal, de sokkal több falat találhatna, futkoshatna minden a tövében, az maga volna a szabadság, és ki tudja vajon nem találkozna ott egy másik, esetleg nőnemű bogárral már feltéve, hogy ez meg hímnemű, és ketten együtt egy hatalmas eposznak lehetnének ősanyja és ősapja, Mit tudom én, milyen gyorsan szaporodik az ilyen bogár, rakszámtalan petécs, azokból is nem készen, talán havi, talán heti, talán napi tucatnyi bogár bújik elő, előbb-utóbb átvennék a teljes hatalmat irányításra alkalmatlan, gyenge ember kezemből, és a dicsőséges bogár krónikák, bogár évszázadok múltán is arannyal jegyeznék fel az ő szent nevét. Most még eltaposhatnám, megváltva őt szenvedéseitől, én vagyok Istene. Az egyetlen, aki tud róla, de Istennek pocsék lennék, még bogárkám nevét sem ismerem, már nem kereszt és vezeték nevét, hanem faját, alfaját sem, nemhogy számon tartanám, anyja méhétől fogva. Jó, persze anyjának nem volt méhe, csak potroha, és abban ő, mint pete, de eltaposni mégsem akarom. Ha kicsit nagyobb volna, nem mondom, svábbogarat bogarat nem tűrnék ideben. Kicsit kisebb volna, nem mondom. A hangyák például rohadt idegesítőek, de ő szerencséjére pont ekkora. Se nagy, se kicsi, mint én. Pár kollégáját már kidobtam a kertbe, de félek nehogy a lábát kitörjem közben. Meg aztán lusta is vagyok. Várasz számítógépemben, <kül> Telonius Monk a gyapjúsapkás néger zongorista, aki úgy kapkodja újját, mintha a billentyűk izzanának. Istennek elég lusta vagyok. Nem vállalom fel, így késő este az amúgy sem túl hálás szerepet, melynek a vége mindig csak reklamálás. A vécé ajtót becsukom, a villanyt leoltom, futkos a bogár a sötétben, a rázárt ajtó mögött, néha megáll, liheg, már ha egy bogár tud lihegni, fogalmam sincs, remegni biztos tud, hát akkor remeg. Engem meg vár telóniusz monk, a fehér elefántcsonton futkosó kezek, mint fekete bogarak, egy eposz kezdete, vagy egy eposz vége. Na hát ide vezettek a, a billentyűk bennünket, és akkor legyen, valaki azt írt, hogy elmegy ez így, hogy elmegy szerintem nem lesz benne, de az elme, engedelmesen, lírai érte elme, ö, verseim jelentős figyelmet keltettek, írja a szinopszis. <laughs> hát nincsen benne ez sem. <laughs> keressük ezt a gyógy. Gyógy. Gyógyszerek. Aha, ú. Azt a, de jó, ezt fel fogom most nektek olvasni. Gyógyszerek lettek belőle, az elme gyógy, gyógy, gyógy. Ezt, ö, Azért szeretem ezt a szöveget, mert hogy mm, picit, hú látom, hogy hogy megy, azért ez a pingponggal megy az idő. Na még egy kör legyen majd, jó? És aztán, aztán akkor berekeztjük, mert nagyon megy vele az idő. Azért szeretem ezt a szöveget, mert egy kicsit, ö, hogy mondjam, ilyen, ilyen kortárs, nem mondom, hogy kortárs ikon, hanem, hogy ö, elmegy ógyász, ez nagyon szellemes. <laughs> De hogy, de hogy megpróbáltam mai fogalmak szerint mondani valamit klasszikus bibliai történetről. Ez előfordul velem, nem azt mondom, tehát, hogy ebben a nemben nem egyedi, de amikor ez a szöveg megszületett, akkor örültem neki. Kora. Az autópálya lassan a városba torkol, csörömpöl, geometrikus vasdobozok hosszú tömött sora. Ha kivonjuk az egészből a sofőrök testét, a tülekvő fafejűséget, ökölbe szorult kezű hadonászást, elmélyült ortúrást, ideges bajuszrágást, beharapott vértelen ajkakat, akkor merőben érthetetlen, mitől csapódnak be egymás elé váratlanul egyes kasznik, mitől hullámzanak harmónika szerűen a kocsisorok. Ha kivonjuk az egészbe az otromba karosszériákat, ülő tartásban levegő, egy irányban meredő emberalakokat kapunk. Fejükben jár az ünnepvárás, rituális páternosztere, még a fát be kell szerezni. Jocinak nincs ajándék, de hát mi a fenének adjak neki, jóformán nem is ismerem, eltalálta venni a húgomat, na bum, ezt a melót még leadom, utána szevasz tavasz, leszámlázom a tétet, hát ha még itt én elutalják. Fulladjanak meg, ha nem. Mit hisznek, levegőből él az ember? egyszerűen pánikszerűen kezd átrendeződni az öntörvényű guruló rovarhadsereg, mintha mind megkergültek volna egytől egy. Kitérnek a sábból, felhajtanak a járda szigetre, szabálytalanul át az áróvonalon, legtöbb lefékez, mozdulatlanná dermed, míg a kocsi tetők felett villogva átlibeg a megkülönböztető jelzés kék pillangója, sziréna hang nincs, az autó oldalán ez áll, koraszülött mentés fel nagy örömre megszületett, csak egy kicsit korán, mind túl korán születünk a világra, ahogy többnyire kicsit korán és készületlenül is hagyjuk itt, nem lehet erre felkészülni, menteni kell, Szamárháton, Egyiptomba, tajtékzó politikai elit elől, menteni kórházba, fenyegető külvilág elől, mentjük mi is, ami menthető, ruhák, autó, gyógyszerek, étel, ital, fűtés, burkol be, míg az a kis test ott fekszik tehetetlenül, gondolatban mind utána indulunk, ám éledezik bénultságából a kocsisor, e valami rend mégiscsak kell, araszolunk tovább, lassan mind visszatérünk saját magunkba, egyikünk sem kíséri el azt a mentőautót, végig Betlehemig. És látjátok, itt van a bogár horda, vagy raj, vagy nem is tudom micsoda. Uh, ugye az e beszéltünk egy bogáról, most egy ilyen bogár uh, társaság. Lelki ismeret, furdalás, ebben van egy vers, tehát vagy valamit nagyon tudsz, vagy valamire nagyon ráéreztél. A <kül> verset szerintem már olvastam is nektek, de akkor most záródjék ebben, mert ez szerintem elég jól lezárja. Ez egy édesanyám verse kapcsán Mezei Katalin vershez írott másolat, amely az eredeti versnek az a címe, hogy Mezei Katalin a kompjúter első saját verse, vagy első saját költeménye, és ez egy, mint egy ilyen jegyzék, tehát hogyha, tudjál, hogyha egy előttetek van régi számítógépeknek, olyan volt a nyomtatója, hogy ilyen egybe perforált lapokat ö, nyomtatott, és a széle az, 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 is ilyen perforált volt, hogy úgy tudja a nyomtató kipörgetni. Tehát egy ilyen végtelenítés érzetünk volt, amikor valamit nyomtatott ez a nyomtató, és úgy le kellett szakítani, mint a WC papírt, hogy mondjak valami kortárs és vírusbarát ö, történetet, és, ö, és, és ezt, ezt, a fajta végtelenítettséget próbált a szövegszinten édesanyám visszaadni, ugye valami nagyon modern ö, dolgot csinált, miközben valami nagyon ősít, hiszen minden sor ugyanúgy kezdődik, tehát ez a responzórikus, válaszos Zsoltár, Zsoltárok könyvének vannak olyan, dicsőítsétek az Urat, dicsőítsétek az Urat, dicsőítsétek az Urat, tehát vannak ilyen ö, szövegei, vagyis valami nagyon újat ö, írt, és valami nagyon ősit írt újra. <coughs> ez gyakran leőfordul, meg ez nekem is nagy veszőparipám, és benne is van az evangéliumban, hogy a a család, apa vagy a házigazda fordítás kérdése, kincseiből régit és újat vesz elő. És ez a nagy mániám is, hogy tényleg előveszek valami nagyon régit, akkor ha jól csinálom, akkor lesz belőle valami nagyon új, mert hiszen elővettem a napvilágra, máshogy süt rá a fény. És hogyha előveszek valami újat, akkor hogyha, hogyha van bennem tudata a hagyománynak, ha él elevenem bennem a hagyomány, akkor amint újra mondom, abból valami régit és ősi lesz, miközben megmarad újnak. Szóval, Lacfiános a kompjúter első saját kölcsönkölteménye. Hiteles másolat mezei Katalin nyomán. Lelki furdalásom van, mert egy csomó ingyen munkát vállalok, a küldetéstudatos író szerepében tetszelgek, ahelyett, hogy azt az időt családomra szánnám, vagy pénzt keresnék alatta szintén a családomnak. Lelki furdalásom van, mert egy csomó ingyen munkát nem vállalok, pedig olyan szerencsétlen az, aki kéri és kisegítsen rajta, ha én nem, kikarolja fel a világ özvegyeit és árváit, ha én nem, és szegről-végről az ügyjel is egyet lehet érteni, azért meg, amit én csinálok, tudni illik, hogy írok, alapból pofátlanság pénzt kérni. azt ingyen kellene csinálni, mosolyogva a népüdvére és a hazajavára, hát miféle haszonleső féreg vagyok én lelki van, mert egy csomó pénzes munkát elvállalok, és úgy látszik, mintha csak a pénzért, pedig nem is, jó, nem mondom, jól jön az a pénz, minél több annál jobban, de nem azért vállaltam, akkor is elvállaltam volna, ha ingyen kérik. Just is elvállaltam volna, csak akkor nem azért lenne lelki mert pénzes munkát vállaltam el, hanem mert ingyent. Lelki furdalásom van, mert nem csináltam meg egy csomó munkát, és már a körmömre égnek, és már telefonálnak, és már fenyegetőznek, bár nem is telefonálnak, és nem is fenyegetőznek, de nagyon csúnyákat gondolnak rólam, ezt én innen nagyon jól hallom. Lelki furdalásom van, mert megcsináltam ugyan egy csomó munkát, és már nem égnek a körmömre, de a számlát még nem állítottam ki róluk, és a nyilatkozatot sem töltöttem ki, és a szerződést sem írtam alá, és a postára sem vittem el, és megint kicsúszunk az utalásból, és megint nem lesz jó adatálás, és addigra már az igazolás is lejár, és kelletik kérni újat, és különben is magamra vessek, és fújhatom a kis pénzemet, ha már nem szorult belém akár egy hangyányi számszaki fegyelem sem lelki furdalásom van, mert az utolsó pillanatban hívtam fel a könyvelőt az adóbevallás miatt, és így kapkodásra kényszerítettem szegényt, pedig nem is kapkodós hölgy, és valóban most sem kapkod. Úgyhogy ezt a lelki furdalást nyugodtan elfelejthetem, se baj, marad elég. Lelki furdalásom van, Viszont, mert még a tavalyi adóbevalláshoz sem készítettem el a részletes útnyilvántartást, hogy pontosan hol jártam a kocsimmal egész évben, és ha az adóhatóság kiszáll és rájön, akkor jaj nekem. Úgy tűnik, mintha sehol sem jártam volna egész évben a kocsimmal, pedig nagyon is jártam. Keresztbe kasul bejártam az egész országot, csak nem papíroztam még le, és akkor annyi, mintha meg se tettem volna, és remélem, hogy az adóhatóság nem hallgat élőadásokat, mert ha igen, akkor most lebuktam. Lelki furdalásom van, mert nem vittem szerelőz a kocsit, pedig amikor közép állásban van a kormány, közepes sebességnél valami nagyon nyikorog. És ez nem jó jel, ez nagyon nem jó jel. És már az utazás előtt is így volt, és bejártuk Csehországot, és nem lett semmi bajunk. Még egy felfordult lakókocsit is látunk az útszélén, és nem mi voltunk azok, mert akkor nem láthattuk volna. Amúgy meg simán mi is lehetünk volna azok, igaz, hogy nincs lakókocsink és én ahelyett, hogy hálás lennék, nem viszem szervizbe a kocsit, pedig írva vagyon, ne kísértsed a te uradat, istenedet. Lelki furdalásom van, mert megjött a suliból az egyik gyerek, és fölment a szobájába, és én nem mentem utána, pedig egyedül van, kettesben lehetnénk, kitűnő alkalom, ehelyett én itt a viszkető lelki furdalásaimat vakarászom, amelyek talán nem is viszketnének, hanem vakarásznám őket, hanem fölmennék szépen, és beszélgetnék a gyerekkel. Lelki furdalásom van, mert nem megyek el orvoshoz, pedig rendszeresen vérzik az orrom, hopp, megindul egy csöpp, és már csorog is. Egyszer az egyetemen pont óra előtt az ingemre csöppent, alig tudtam kiszedni hideg vízzel, így olyan lett, mintha kávé lenne. Hihi, -hi. a szenilis tanárőr lekávézta magát. Múltkor egy irodalmi este is elindult lefelé, pont olvastam, szerencsére elkaptam zsebkendővel, nem vették észre. Remélem most nem történik semmi hasonló. Lelki van, mert még nem hívtam fel édesanyámat és nem kívántam boldog születésnapot, mert miközben boldog születésnapot kellett volna kívánnom, egy verset írtam neki arról, hogy miért van lelkifurdalásom, 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 lelkifurdalásom. És így tovább. Ó, azok az örök lelkifurdások, így van. Erős az önkritikám, igen, hogyha az embernek, az, az egy viszonylag jól, jól jön ebben a szakmában, ha az embernek. Lelki kifur, kifordulás, így van, így van, így van, ez is nagyon jó játék. Szóval nagyon szépen köszönöm nektek ezt a játékot, máskor is játszunk majd ilyen vers pingpongot, mert nagyon izgalmas lett. Még az egésznek lett egy íve is, hiszen ugye az elején azzal kezdtem, hogy kultúra, vagy a, a műélvező hogyan zabálja fel a világot és a mások szenvedését, kínját, hogyan élünk egymás rovására így a nagy kultúrvircsavban, a végén pedig hát jött egy ilyen szerelőakna vers arról, hogy, hogy, hogyan néz ki civil működésben az, aki a kultúrát előállítja vagy produkálja. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, igen, Kriszta azt írja, hogy verspatika, egyfajta verspatikaként működünk, hát nagyon remélem, hogy inkább, mint ilyen versgyilkolda, igyekszem feltárni dolgokat, meg műteni dolgokat, meg hát volt itt minden, az útra a lelkit, a macska kirakta és hasonlók úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra éljetek szép életet négy fal között is négy fal között is, ami, ami kinyílik a végtájára, ablakon keresztül is meg befelé is és akkor délután 6 órakor találkozunk majd még kitalálom, vagy már vannak ötleteim, hogy miket tartogassak nektek de most nem árulom el úgyhogy folytatása következik minden áldott nap délben és 6 órakor Karanténszínház itt az oldalamon. Nagyon szép napot nektek.